Kiadta az ügyészségnek a Ceglédi Csaba ügyben neki súgó MSZP-s informátort a Pesti Srácok újságírója. Derül ki a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból. A portál szerint az újságíró amellett, hogy megnevezte anonimitás kérő forrását, aktívan próbálta alakítani az ügyet. 39 oldalnyi dokumentumot adott át az ügyészségnek, Polt Pétert pedig levélben kereste meg, amelyben azt írja, csak a legmagasabb szintű ügyészi közbenjárás biztosítja az eljárás eredményes lefolytatását. A Pesti Srácok főszerkesztője az ATV.hu-nak az esetre úgy reagált, sajnálatos, hogy kiszivárgott a kollégájuk neve, amivel az ügyészség súlyos eljárási hibát vétett. Péter, megpróbálnád ezt úgy elmondani a nézőknek, hogy miközben mi ezt szakmailag tökéletesen tudjuk, hogy nonsense. Hogy ők ezt pontosan értsék, hogy itt mi zajlott. Hú. Hát szerintem a legegyszerűbb tényleg az egy újságnál, bármilyen típusú újságcikk vége, vagy bármilyen típusú újságcikk eleje az, hogy egy forrás jelentkezik, akkor egy biztos, annak a vége is az, hogy a forrás tökéletes védelmet élvez. Tehát, hogy egyszerűen nem létezik olyan, hogy az informátort valaki föladja, vagy legalábbis egyszer létezhet szerintem egy médium történetében, hogy feladja a forrását, ugye akinek van utána bármilyen gondolata arról, hogy miért éri meg ennek az újságnak ilyen típusú segítséget, információt adni, annak nyilván elveszik, hiszen az a védelem... F. Angéla az újságíró, a főnökkel megvédi, és F. Angéla pedig azt mondja, már nem tudom melyik orgánumnak, talán a HVG-nek, de lehet, hogy másnak, hogy ez az informátor, mert nem úgy viselkedett. Van-e pontos leírás az informátornak, akiről egyébként azt mondhatjuk, nem úgy viselkedett, tehát nem informátor? Ugye szerintem soha nem én döntöm el, hogy az informátor hogyan viselkedik, hanem az informátor maga dönti el. Tehát ha amennyiben szeretne a vádhatósághoz fordulni, akkor a vádhatósághoz fordul, ha is amennyiben a rendőrökhöz szeretne fordulni, a rendőrséghez fordul, amennyiben egy újsághoz fordul, akkor értelemszerűen forrás, hiszen nem a rendőrséghez és nem a vádhatósághoz fordul. Tehát ebből a szempontból én nem gondolom, hogy felülbírálhatom az ő döntését. És mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a szó átvitt értelmében a kezedben van? Most nem biztos, hogy... F. Angéla. Ja, tehát távol áll tőlem, hogy én más médiumok munkatársainak munkásságát értékeljem. Szerintem az a bizalom, ami majd az ő médiumát követi, az pontosan tükrözi ezt a hozzáállást. Tehát én mindig abban hiszek, hogy a hosszú távon az élet igazságot tesz ebből a szempontból, tehát azok az újságok és médiumok, amelyek korrektül és az újságírás normáinak megfelelően járnak el, azoknak kifizetik az olvasók ezt. Egyébként ma is ezt látjuk az olvasottsági listákon, mert a Pesti Srácokat azért néhány tízezren olvassák összesen ebben az országban. Noha az állami hirdetések száma és mennyisége másra utalna, ennél azért nagyobb összeggel támogatja az állam ezt a tevékenységet. Tehát ebből az értelemben én nem gondolom, hogy nekünk kell, vagy nekem kell eldönteni, hogy milyen újságíró munkáltatója eldönti, hogy megdicséri-e ezért. Mondom, szerintem a közbizalom sokkal erősebb ebből a szempontból, és az olvasók pedig el fogják tudni dönteni, hogy ez a médium ez mit érdemel. Jó, akkor hadd kérdezzem meg tőled, hogy szerinted ezt az orgánumot utoléri az, amiről egyébként a műsor első részében, elnézést, ha nem látták, azt mondtuk, hogy Pócs Jánost nem biztos, hogy utoléri? Nem hiszem, hogy érezhetően utolérnek. Tehát, hogy megvan a saját maga közönség ennek az... És ők elnézik? Szerintem ők nem az, hogy elnézik, hanem inkább ezen már túlnéznek, túllépnek. Tehát, hogy amit az oldal próbál mondjuk úgy kimagyarázni, vagy megindokolni, vagy elmesélni saját szemszögéből az egész történetet, szerintem azt az olvasói kör, azt mondjuk úgy, hogy feltétel nélkül... Jó, de Kati, szerinted van olyan, hogy ATV morál, és van olyan, hogy Pesti Srácok morál? Nincsen. Halkan megfulladok közben. Egyáltalán nincsen olyan. Nem hagyom. Nincs olyan. Egyféle újságírói morál van. Elnézést, annyit mondja meg, hátba verhetlek, vagy nem? Nem kell hátba verni. Nem segít azon a porszemben, ami keresztül akadt a torkomon. Szóval szerintem nincsen sokféle morál, csak egy. De ehhez képest az a fájdalmas meggyőződésem, hogy nincs olyan, hogy ezt megéri a közönség. Tehát, hogy nem tudják, hogy ezzel mi a baj. Nem olyan nagyon érdekli. Emiatt kértem a Petőt arra, hogy próbálja ezt érzékeltetni. De én nem gondolom, ezek a konkrét ügyek igazából ilyen szempontból újságíró szakmailag vagy etikailag megérthetők a széles nyilvánosság számára, mert egyszerűen azok a protokollok és normák, amelyek szerint dolgozunk, láthatóan már ma nem működnek egyébként sem. Tehát ha a nagy képet nézzük, akkor sem működnek, hiszen akkor a Origó című meghatározhatatlan
definiálhatatlan termék nem működne újság néven Magyarországon, mert egyszerűen a szakma közössége valamilyen módon ezt nem engedni. Ehhez képest azt látjuk, hogy egy hatalmas médiakonglomerátum egyik meghatározó terméke. Tehát ebben az értelemben szerintem már nehéz ezekkel a normákkal foglalkozni, ezek kivesztek, ezeket kiirtották, és egyébként ahogy a korábbi témákhoz ez szervesen kapcsolódik, mert ugye mind arról szól, hogy új normákat teremtünk. Tehát, hogy ha és amennyiben ez lesz a normális, már pedig a nagy közönség és a nagy tömeg emögött áll, akkor a normákat azért újra lehet alakítani, és ami szerintünk ugye... Igen, ez egy fontos kérdés. Szerintem abszolút. Szerintem teljesen építhetők normák. Igen. Már abban az irányban, hogy például ki lehet adni az informátort? Ha azt mondjuk, hogy ezért azt szolgálja, hogy egyébként most azért az ő történetüket mondjuk el egészében, az a történet, hogy ők ezzel lelepleznek egy súlyos büntény, és az újságíró azért lépett ki szerepéből, ami ugye a normál esetben, tehát amit én gondolok az újságírás, az addig tart, hogy megírja a cikket, majd ezek után, ha abban megjelenített tények alapján nyilvánvalóan kiderül, hogy bűncselekmény vagy hasonló történt, akkor eljár a rendőrség és a vádhatóság. Ez, ez az útja. Ők ugye azt mondják, hogy azért léptek ki, mert úgy látták, hogy ebben az ügyben nem megfelelően működik az igazságszolgáltatás, ergo egy újfajta újságírói szerepet mond el, vagy mesél el, amelyben az igazság felsőbbrendű, tehát egyszerűen el akarták érni, hogy mindenképpen bűnös legyen az, aki vétett a törvények ellen, és ezért jártak el. Ez nekem nagyon tetszik, amit mondasz, mert ezt játszottam végig agyban én is, és hogyha az Úristen megengedő, hogy visszanyerjem a hangomat, akkor azt elmesélném, hogy eljátszottam magamba azt, amit mostanában... Ha leírod, felolvasom. Jó, csak bárki. Szóval, hogy eljátszottam magamban hirtelen, hogy megfordítom ezt az egészet. És én vagyok az, aki hülyére dolgozom magamat egy ügyön, találok egy csávót, aki elmondja nekem a titkos információkat, és ott bénázik a vádhatóság, és nem csinál semmit. És hisztériás rohamot kapok, és elmegyek a vádhatóság fejéhez, és azt mondom, hogy itt van 39 oldalt gyártottam össze. Olvassa el már de valaki, akinek van esze. Elnézést, szintisztán a tanú, amikor azt mondják, hogy elnézést, ez az ítélet. Nem, ez nem a tanú, drága. Ez az, amikor egy újságíró már nem tudja tovább tűrtöztetni magát, mert valamit kiásott, és mindenkit tesz rá. Tehát, hogy ezt én eljátszottam fejbe, és ebben a pillanatban megértettem azt a nőt, aki ezt az ügyet dolgozta, azt az újságírónak mondott nőt, vagy mondjuk újságíró, tök mindegy, mert tiszta, teljes testből próbálta ezt a dolgot felépíteni, nem töröttek vele, tehát odaadta a vádhatóság fejének. És abban, hogyha ezt így megfordítottam, akkor már képes voltam némi empátiára, hogy vajon ezek 25 évvel, vagy 30 évvel, amikor én a Füst Milán villája ügyében nyomoztam, hogyha elmentem volna a rendőrségre, hogyha a Mester Ákos leadja, és nem lesz belőle magától cirkusz, vagy ha nem adja le, tehát hogy lejátszottam, és azt gondoltam, hogy én is mindent megtettem volna azért, hogy nem hiába melóztam. Ez egy egység, amit el szerettem volna mondani. Egy másik egység, aminek el semmi köze, hogy ott volt egy szocialista, aki köhögött, aki elmondta a politikai ellenfelének, azt egy árulóról beszélünk, akiről nem beszélünk. Tehát, hogy egész mostanáig arról nem volt szó, hogy ott volt egy szocialista csávó, aki elmesélte azt, hogy ő mit gondolt Ceglédiről, aki rávallott az egyik pártársára terhelően, és hogy mondjam, az életre alatt azért... Azért nagyon fontos, hogy magában a történetben ezzel nem ennek nincs jelentősége. Nincs. Annak, hogy egyébként, tehát ez... Ha mi fúrást végzünk, akkor ez előjön a szocialista párt, és előjön az. Nem kell mélyfúrás, morálról beszéltünk mostanáig. Morális dolog, erről szól az elmúlt 4 nap egyfolytában, hogy kiadta az informátorát ez a nő, és azt az ügyészség visszaszivárogtatta. Ha már morális kérdés kerül az asztalra, akkor ott van, hogy egy árulás történt, mint egy mellékesen. Ott szerintem ugyanaz az erkölcsi logika fölvetődik, tehát ha és amennyiben ez a szocialista úgy gondolt, hogy valóban bűncselekmény történt, hiszen nyilván az ítéletig nem tudjuk, hogy az volt-e, akkor ő szintén tételezhetjük, hogy morális célok érdekében járt el. Hát igen, nem zárhatjuk. És ugye viszont mindig ellenér, azt meg ugye minden történet tudjuk, azért általában az ellenérdekeltek valamilyen módon a szivárogtatók,
akár ellenérdekeltek, akár olyanok, akik arra ráébrednek, hogy ők valamihez asszisztálnak, ami amorális, törvénytelen, stb. Tehát ebben az értelemben, ha végigjátszuk ezt az erkölcsi logikát, akkor azért minden szereplő az ítéletig akár úgy is tűnhet, mint aki az igazság érdekében járt. De eljutunk Pósi Jánosig, akiket meglátogatott a 444.hu, mert ugye megtalálta az újságíró Németh Szabolcsot. Németh Szabolcs tőlünk értesült, ugye Gergely Zsófiáról van szó, Németh Szabolcs tőlünk értesült arról, hogy az újságíró kérése ellenére kiadta a vádhatóságnak, ahogy fogalmazott, ha ilyet csinált, az őt minősíti. Állította, hogy ő nem kereste F-et, Füsit, akkor már legyen mindenkinek neve. És a Cegléd ügyhöz sincs semmi köze. Már annak sem örül, hogy összemossák ezekkel az emberekkel. Németh elmondása szerint márciusban kilépett az MSZP-ből, úgy tudjuk szinte egy időben azzal, hogy etikai eljárás indult ellene. Németh a Keszthelyi Szervezet alelnöke volt, mielőtt a pártagsága megszűnt. Némethnek semmi köze az egészhez, azt se tudja, hogy került ebbe bele, és most összemossák valakikkel, aki negatív, azt se tudja, mint... Mit kereső itt, szegény? Ő az, akit az előbb leáruló, igen, próbáló, igen, azt gondoltam, hogy mellett közben be kellett volna még mondanunk, hogy ő az, akit árulóztam. Azért hagyd mondjam el, hogy egy másik típusú közösségben, és hogy az újságírásnak mennyire vannak szabályai, vagy voltak szabályai, és mennyire működik. Tehát egy másik típusú közösségben, mi a katonaságban sokat dolgoztunk informátorokkal, ahol megtudtunk élet és halál ügyében fontos dolgokat, és továbbadtuk a feljebb valunknak, és ha nem történt semmi, de valaki úgy gondolta, hogy ő mégis följebb lép és fölmegy, akkor ő is börtönbe ment, és azt mondta a őt meglátogató fejbaló, hogy egyébként igazad volt, így eljutott hozzá, de ezek a törvények megkerültél engem, és most ezt a két hetet itt töltöd a böriben. És akkor el lehet, nem akarok igazságot tenni, mert ez az egész történet talán elmondja, hogy néha a törvények és az igazság, azok nincsenek pariban, de hogy igenis el kell ítélni szerintem azt az újságírónőt, aki túllép a szerepén, még akkor is, hogyha jó ügy érdekében csinálja. Mit csinálsz a Petővel, aki azt mondta néhány perccel ezelőtt, hogy lehet új normát gyártani? De még nincs legyártva, azt akarja mondani a Borgulat. De hát a Pető azt mondta, itt van. Gyártva, itt tehát, van. Hogy azért ez egy 8 éves korszak most már, és hogyha egy 3 milliós választó által támogatott politikai közösség, amely az erőforrások nagy részét uralja, nap és nap azt mondja, hogy ez a norma, és ez 10 milliós közösségben 3 millió ember van mögötte, akkor egy pont után az nagyon könnyen átváltozik, hogy mától mit tart a közösség. Ezzel mit csinálsz? Normának. Hát csak azt tudom mondani, hogy ez nem az én közösségem, ez nem az én normám. És ha én maradok itt egyedül, akkor majd el kell gondolkoznom, hogy elhagyom ezt a porondot, de szerintem nem egyedül élek itt még ebben az országban, akik azt gondolják, hogy ez nem az én normám, és én nem így akarok élni. Szerintem pont erről szólt az elmúlt 25 év meccse is erről szóltak, hiszen addig volt egy norma, amit egy többség igaznak tartott, és volt egy kisebbség, amely ugyanezt mondta nagyjából, hogy addig fogok küzdeni, amíg nem alakítom át ezt a normát, mert ez nem az én normám, és ha majd egyedül leszek, elgondolkodok rajta. Tehát, hogy ebből a szempontból, másképp, hogy én is morálisan mit gondolok, meg az én értékeim alapján mi következne normának, de ezek ilyen örökös küzdelmek szerintem, és ha védtelenül hagyjuk a normákat, akkor azt még könnyebb ugye leütni, vagy megváltoztatni. A negyedik filmünkkel megismerkednénk, te ezt a normát el tudnád tanulni, és tudnál azt szerint élni? Nem. És ha abban a helyzetbe kerülnél, amit a Borgula mond, hogy ha egyedül lesz, akkor lelép, akkor te mit csinálsz? Szerintem jó, nem különösszel egyedül sohasem. Választási, meg döntési joga mindig van az embernek, hogy ilyen kérdésekben hova áll, milyen értékekkel tud és szeretne azonosulni, és hogyha nem megy, akkor elég nagy a világ, nem jó megoldás, de mindig van választani. Mennyire abszurd ez a történet neked? Nagyon. Ismerkedjünk meg a negyedik filmmel.